Sziasztok! Gondoltam, innen kezdeném az eheti videót a Gyöngyvessző és a Koralberkenye párosától. Egész jól néz ki szerintem. Annyira jól néz ki, hogy azt tervezem, hogy így teljes hosszába, onnantól idáig csinálok egy ilyen Gyöngyvessző és Koralberkenye sövénysort. Ez a törpe gyöngyvessző, ennek van nagyobb változata is, tudomásom szerint olyan 1,5 méterre nő. Ez a változata viszont csak maximum 1 méterre. Nekem nagyon tetszik, van kis aranyos virágai vannak, meg már lassan 2 hete virágzik, és még most se tűnik olyan úgy, hogy szeretné eldobni a virágait. Na menjünk tovább, mert ez most egy ilyen nagyon kis kerti videó lesz, egyszerű gyors kerti videó. Hát az eheti fagyok azért a friss hajtásokon meglátszódnak. Sok-sok elfagyott apró hajtás van. Reméljük azért kiheveri. Egyből át ide a diófához. Hát a diófa maximum csak rügyezni fog. Valamikor az elkövetkezendő időben, ahogyha egyszer sikerülne fókuszt is találni, hát nem, de elhihetitek, lassan rügyezni fog. A diófa alatt ilyen narancsos tulipán és levendula, ami nálam olyan szokásos. Már föltettem a hernyóüvet is az összes gyümölcsfára. Itt átmegyek a másik, a szilvafához. Erre már föltettem 2 ilyen neon sárga ragacslapot, meg a feromon csapdát is a szilvamúj ellen. Ez körülbelül 2, hát olyan 4 hétig megvédi. Látjátok, itt is föl van rakva már a hernyóüv. A borsó az nem azért kelt ki rosszul, mert éppenséggel rosszul vetettem, vagy rossz voltamak, hanem mert a Szofi kikaparta. Hát, ilyenek ezek a tacskók, nincs előttük akadály. Kicsit átalakítottam a fűszertornyot, idén eper is került bele. Majd erre a felére, jövő év vége felé lesz bazsalikom, a rozmaringot azt megtartottam, erre a felére borsfűvet fogok vetni. Itt megmaradt a citromfű, oda meg a majoranna majd vissza fog kerülni. A ribizli az teljesen szép. Látjátok, már ott egy kis bogyó is van. Nagyon aranyosan nő. A málna nagyon szépen zöldel, és már ott vannak a hangyák. Várjunk, mert nem tudom, látjátok-e, ott vannak a hangyák. Hát, egyem a kicsi kis szátokat. Nem baj, hát mert valamit ki kell találnom velük. Nem tudom. Ebbe az ágyásba sok minden van. Begóniák, dáliák, az egy rózsa, kukorica, palánták. Itt is egy rózsa. Ott háttérbe készülnek ilyen kis kerti kompozíciók borostyámból. Hát remélem, hogy azért majd kikelnek egyik-másik. Az elültetett retek kicsit még sűrű. Ez sima, ilyen hónapos retekszerű. Csak kicsit hosszabb fajtája, annak egy kicsit hosszabb fajtája. Hát a Szofi kutya ezt is egy kicsit feldúlta, azért kerültek ennyire sűrűre a retkek. A kövi rózsa már lassan teljesen benövi. Ezt amikor tavaly elültettem, akkor csak itt körbe volt. Most látjátok, ez itt mind új hajtása. Azért is szeretem a kövi rózsát, mert hogyha van kisebb bőrbetegséged, ekcémád, ilyen kisebb bőrfertőzések, akár gombás fertőzés, csak letörsz egy kövi rózsalevelet, kicsit megnyomod a levét, és ezt rá kell kenni,
és segít. Időlegesen, nem megszünteti, de nem megszünteti, hanem a tüneteket enyhíti. Idén elég sok rózsát fogok ültetni, ezek mindegyike futó rózsa. Ez ilyen dűne, elneve, fantázia nevű, ez lavínia. A harmadikat meg nem tudom, de biztos annak is van neve, majd kiderül, hogy milyen színe lesz és hogy sikerül. Ebbe a kis palánta levelőbe, hát, szóval a paradicsom, borsfű, bársonyvirág, ott leghátul pedig még ott a parlagfű és a vinka. Sajnos a vinkának nem tetszett ez, hogy kiültettem. Nagyon-nagyon nem tetszett. Hát jövünk egy kicsit erre a felére. Itt nő a pepino, ez a három darab, három cserép, három pepino. Ezek szellőrózsák, azok egész jól megeredtek. A tavalyi szellőrózsákatnak a hajtásait osztottam szét, és most itt bent nevelkednek. Egész addig fognak itt nevelkedni, még nem fogom tudni, hogy milyen színük van, mert úgy ültetem majd el. Hát az almafák az már elkezdtek zöldelni, hál' Isten, nagyon a fagy nem kezdte ki őket. Ide akartam menni még a barackfához. Itt látszik a virág. És hát látszik, hogy ez mondjuk pont nem fagyott el. Pedig nálunk is voltak azért fagyok. Szóval a barack azért talál lesz néhány szem, de azért sajnos nálunk is elég rendesen beütött a fagy. Múlt héten voltam egy kis kertészetbe, és hát vettem néhány virágzó növényt, leginkább szegfűt. Én nagyon szeretem a szegfűnek, a kerti szegfűnek az illatát. Szerintem az egyik legszebb virág, és nagyon sokáig virágzik. Ez az ágyás, ez még nemrég lett úgymond kicsit átrendezve. Látjátok, még nagyon-nagyon úgymond kezdetleges, éppen csak hajtanak a virágok. Talán a legfejlettebb ott a háttérben az a szívvirág. Az már elég fejlett. Na, de menjünk tovább. Látjátok, a fű az már kezd egész elfogadható állapotú lenni. És ugyebár, mint mondtam, kertészetben voltam, és rengeteg-rengeteg virágot vettem. Itt, ez nem oroszlán száj, ez valamilyen primula féle, nem tudom a nevét. Ez cseppecske. Ez az meg ott a foci labdája Szofinak. Ez, amit tavaly ősszel elültettem tulipán, az már elég szépen elkezdett virágozni. Ez, amit elültettem most tavasszal, muskátli, az egyik már elég szépen virágzik, a másik meg még csak éppen elkezdett virágozni. És hát természetesen vannak még itt, itt majd ez lilium lesz egyszer csak. Ezeket az agyag edényeket én nagyon szeretem, és azért teszem úgy, hogy agyagedény és műanyag, mert én itt kint fogom teleltetni, és hogyha ebbe én földet raknék, akkor jó eséllyel széttörne az agyagedényem. Szintén kertészetből került hozzám a muskátli, ilyen cakkos levelű, nekem nagyon tetszik a levélzete. Ez meg már egy viszonylag régi dolog, japájuhar. Nagyon szeretem, lassan nő. Azt tipikusan ilyen bonsai fa. Az ember nevelgeti, meccegeti, és bízik benne, hogy nem hal ki. Hát elég kényes amúgy. Itt annyi történt, hogy nekem itt két kerti hortenziám volt, és én a túloldalról áthoztam egy harmadikat, ott, és a túloldalra bugás hortenziákat ültettem, mert valahogy azt a felét a kerti hortenzia nem szereti. Egyáltalán nem tudom miért, de nem szereti a hőmérséklet, a napsugárzás, vagy a talaj szerkezete olyan, hogy nem szeret ott lenni.
Ugyebár ez a szintén a borsóágyás. Itt nagyon szépen nőnek a borsók. Itt is egy rigizi bokor és borsó. Ott egy jancsi hagyma, amit még tavaly ültettem, a Gabi adott. Egyetlen egy probléma volt, hogy a Szofi kutya szereti a hagymát és kiette őket. Maradt belőle 3-4 darab, de hát majd szaporítom, és akkor több lesz. A szőlő már nagyon intenzíven elkezdett rügyezni. Látszódik, hogy egyszer csak majd szárba szökken. Itt ugyebár a sárgarépa, ott a dugványozott hagyma. Azok is, hát úgy néz ki, hogy megmaradnak. Csak néha-néha meg kell locsolni. Hát ez a hagymaágyás idén nagyon-nagyon nem sikerült. Jövőre sokkal jobb lesz, mert most már jövőre már úgymond a kész ágyásra kell csak dolgoznom. Az ágyáson nem kell dolgozni, hanem itt trágyázni és újra elvetni. Az elefántfokhagymák, meg a, úgymond az átdugványozott fokhagymák. A krumpli, amit múlt héten ültettem, az köszöni szépen, jól van. A föld alatt, vagyis hát a múlcságyás alatt, majd egyszer csak megjelenik szerintem. Nagyon szeretem különben, hogy jaj, nem is mutattam, hogy bár a szilva fa alatt, azt hiszem, ezek a fréziák, ezeket nagyon szeretem, mert aranyos kis virágai vannak. Azt hiszem, ezek fréziák. Nem vagyok benne biztos, de úgy emlékszem, hogy azt ültettem ide. A szilva fa. Köszönjük szépen, nagyon szépen virágzik. Azt hittem, hogy le fogja dobni most a héten, mondom, voltak fagyok, azt hittem, hogy le fogja dobni a virágait, de nem dobta le. Örülök neki. Hát, röviden ennyi volt ez a kis áprilisi kert séta. Természetesen, ahogy nőnek a növények és fejlődnek, majd lesz egy májusi és júniusi, meg újabb vetős és kertészkedős videók. Köszönöm, hogy megnézted, további szép napot, sziasztok!